Már kora reggel többen birtokba vették a Bonyhádi strand medencéit, délutánra viszont mindig megtelik a park törölközőkkel és a víz hűsölő emberekkel. Tudtuk meg Farkas Attilától. A strand üzemeltetője elmondta, jól alakul a 2022-es idény. Nagyon forró szezonunk van idén is, akár csak tavaly. Nem mindenki örül ennek, elég ha csak az agráriumra gondolunk, de nekünk fürdőüzemelőként üzemeltetőként ez egy csodálatos hír. Itt a szezon felénél mérleget tudunk vonni. Azt kell mondjam, tájékoztatva a kedves nézőket, hogy egy nagyon jó szezonunk van. Sok látogatónk tudunk fogadni. Ezek egyrészt bonyhádiak, nagyon sokan jönnek vidékről, járáson kívülről is. Szervezett módon is jönnek látogatók, környékbeli diáktáborozás során egy-egy napot mindig megragadnak a szervezők, hogy meglátogassanak minket, illetve különböző sportrendezvények szervezésében is partnerek vagyunk, elég ha csak az országos strand futballbajnokság döntőjére gondolunk, de strand kézilabda és strand röplabda mérkőzéseknek is adtunk már helyet ebben a szezonban. A szerelmesek éjszakája mottóval hirdetünk egy fürdőzést, ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy egész nap hangfalakon keresztül zenét szolgáltatunk, egy lemezlovas segítségével, majd az esti órákban pedig kifejezetten, ahogy említettem már, ilyen szerelmes nóták, dalok fognak felcsendülni, illetve projektos kivetítéssel tesszük még élvezhetőbbé ezt az estét, úgyhogy várunk mindenkit 23-án szombaton este 8 órától a programunkra. Egyelőre nincs még konkrét program, de Farkas Attila biztos benne, hogy augusztusban is lesz majd egy olyan alkalom, amikor éjszaka is nyitva lesz a fürdő. 4-500 fő látogatja ezeket, az egy tisztes szám. Mi ezt kellően komossággal vesszük, mert azért ez valahol egy veszélyes üzem is. Ugye a fényszínháznál például a lámpákat le kellett kapcsolni, hogy élvezni lehessen az előadást, de mindig előfordul néhány olyan vendég, aki problémás, és azokra különösen oda kell figyelni. Ez gondot okoz nekünk, de már nem az első rendezvényünk van, vagy lesz, és tudjuk kezelni a kialakult helyzeteket. A vezetőség tartott attól, hogy a belépő árainak emelése visszaveti majd a keresletet a strand iránt. Be is vezettünk egy újítást, differenciáltunk a jegyáraknál, a felnőtt egész napos belépéknél különbséget teszünk bonyhádi lakos, illetve vidékiek között. A bonyhádiak értelemszerűen olcsóbban jöhetnek hozzánk. Örömömre szolgál, hogy zökkenőmentesen ment az új rendszer bevezetése, különösebb reklamációk nélkül mindenki fegyelmezetten hozza a lakcímkártyáját, és működik a dolog. Még a vidékiek is, akik ugye emeltebb, drágább belépővel tudnak hozzánk jönni, ők is azt mondják, hogy örülnek, hogy van egy ilyen lehetőség itt Dél-Dunántúlon, hogy gyakorlatilag egy családbarát létesítményről beszélünk, a legolcsóbb belépőek nálunk vannak, és mindig tiszta és rendezett körülményekkel várjuk a hozzánk térő kedves vendégeket. A hozzánk betérő vendégek karszallag felragasztását követően gyakorlatilag kibejárkálhatnak. Sokszor sok család jár úgy el, hogy reggel bejönnek, ebédidőben hazamennek, megebédelnek, és délután, a siesta után visszajönnek. A bonyhádi termálfürdő hétfőn 11 órától, a hét többi napján reggel 9-től este 8 óráig várja a strandolni vágyókat.